birodalom, ami volt erődítmény, családi birtok, szerzetes rendek központja, és egy templom, ami a 800 éve alatt leégett, földrengés döntötte romba, átalakították, sőt, még a köveinek a jó részét is széthordták. Az iskolában azt tanultuk, hogy a Jáki és a Lébényi mellett a zsámbéki romtemplom az egyik legszebb magyarországi középkori műemlék. Romjaiban is uralkodik a tájon. Az egykori premontrei rend monostor templom egy olyan középkori templom, amit már nem a király, hanem egy megerősödött főúri család alapított. A kolostor a 15. században először leégett, aztán 200 év után a premontreiek gyengültek meg annyira, hogy Mátyás király pápai engedéllyel a pálosoknak adta át a templomot és a monostort. A pálosok idején jöttek a késő gótikus bővítések, és később a törökök. Buda 1541-es elfoglalása után a zsámbéki pálosok is elmenekültek a kolostorukból, és a törökök ezt később erődítménnyé alakították át. 1689-ben a zsámbék a Zicsi család tulajdonába került, és vele a templom is, de a 18. század közepén jött egy földrengés. Az 1763-as komáromi centrumú földrengés a legnagyobb földmozgás volt a mai Magyarország területén. Erőssége a Richter-skála szerint 6,3-as volt. A rengésnek Komáromban 63 halálos áldozata volt, Komárom épületeinek az egyharmada elpusztult, és a rengés hatása Zsámbékra is elért, de a templom úgy omlott részben le, hogy közben feltárta a szerkezetét. Harmadik Béla király felesége Capet, vagy másiben franciaországi Margit kíséretével érkezett, azaz Einár lovag, akinek a király Zsámbékot adományozta, és ennek a francia családnak a leszármazottai építették ide 1220 körül. A késő román gótikus templomot keresztelő Szent János tiszteletére szentelték fel. Háromhajós és bazilika elrendezésű, azaz a főhajó magasabb az oldalhajóknál. Nyugati homlokzatán a két hatalmas négyzetes torony még román kiképzésű, de közöttük a rózsaablak és a torony megmaradt kősisakja már gótikus. Ahogy a főhajó ötszögű szentélye, a mellékhajók félköríves szentélyei viszont maradtak románkoriak. Premontrei, egyébként szintén francia alapítású rend, monostora, kolostor épülete kapcsolódott. Leomlott az északi mellékhajó boltozata és oldalfala, az északnyugati torony eredeti toronysisakja is elpusztult, ezt később egy bádog védőtetővel pótolták, így jóval alacsonyabb a délkeleti toronynál, aminek még megvan az eredeti sisakja. Trefort Ágoston vallás és közoktatási miniszter 1889-ben Möller István építészmérnököt bízta meg az állagmegóvási munkákkal, aki a korszellemmel ellentétesen nem átépítette, feldíszítette a zsámbéki templomromot, hanem valóban restaurálta, azaz nem rontotta el az eredetit valami újjal, hanem tényleg csak az állagvédelmét biztosította. Möller István mértéktartó ízléssel restauráltatta a romokat, megtartotta az épület rom jellegét, biztosította az állagát, és csak a konstrukció tisztább megjelenése érdekében alkalmazott kiegészítéseket.
vannak azt kifestettek. Ó, könnyebbet kérdezzen, ha látom. Az ajtó felett? Az a nyomatok, Benc úr. Benc úr? Azok nyomatok. Ki is van írva? A másik is Benc úr. Kettő, mind a kettő. Mind a kettő. Jó, és a bácsi gyűjtötte össze ezt a sok lámpát? Hogy? A bácsi gyűjtötte össze. Én gyűjtöttem össze mindent. És ez hány év gyűjtő munkája? 60. 60 év? És még ezeket a szerszámokat? 30 éves koromban kezdtem gyűjteni. Szerszámokat is a bácsi gyűjtötte? Mindent, aranyos, mindent. És így, hogy a falun belül tetszett érdeklődni? Országos. Országosan? Faluból is van egy pár darab. De hát honnan itten... tudta, hogy hova lehet menni ilyenek? Hát talán olyan helyre mentem, ahol ismerősöm volt. Ja, és abban jobban beletett. Úgy idejelül, hogy bekopogja a falat, vagy pedig ezenet volt ma tévében 60-tól, és akkor értek. Eszekbe se jutott 50 évig, hogy van valóna egy lámpa, meglátták a tévében, hó, nekünk is van. Meg már elterjedt, hogy a bácsi gyűjti, aztán akkor hozták akkor értak, is, hogy ugye? Menjük el. És keresztény. És akkor megtudták, egyszer a kocsiban bennültem egy néni, még mindig szaladt egy lámpával. Az igen. Kötegyámban egy délután 30 lámpát gyűjtött. Hatalmas.